Csapjunk bele, jó? Üdvözlök mindenkit! Németh Zoltán vagyok, nem tudom magam, semmi. Nem csinálom gondot. Németh Zoltán vagyok, az itteni evolúciós állattani tanszék munkatársa. És Somán Bőrök. Igen, és Somán Bőrök. És pont a napokban, ahogy raktam össze ezt az előadást, jutott eszembe, hogy 10 éve, talán júniusban, szia, adtam elő utoljára a tanszéki szemináriumon, és kevesebb szürke vagy őszhajjal, és akkor még posztdokként látogattam Debrecenbe, sok még akkor nem is voltak itt szerintem, vagy nem ültetek itt, más volt a közönség egy kicsit, és aztán, amikor Debrecenbe kerültem, ja, és akkor vonuló madarakkal foglalkoztam főleg. Tehát most is elsősorban az érdekel, hogy milyen viselkedésbiológiai, fiziológiai stratégiákat alkalmaznak madarak, ez hogyan, milyen mechanizmusok által. És amikor Debrecenbe kerültem, akkor is szerettem volna egy vagy több modern rendszeren dolgozni, elkezdeni dolgozni egy olyan rendszeren, amit hosszú távon tudunk dolgozni, jól követhetőek az egyedek, megjelöljük őket, és viszonylag sok adatot hosszú távon tudunk gyűjteni. És ekkor esett a választásom a fekete rigóra, ez egy parciális vonuló madár, tehát elég nagy flexibilitása van, a vonulási stratégiában vannak, akik rezidensek, és vannak, akik vonuló madarak. És elkezdtünk dolgozni rajtuk, aztán rájöttünk, hogy ez azért nem kevés munka lesz, és rögtön az elején itt meg szeretném ragadni a szót, és megköszönni rengeteg embernek a segítségét, a munkáját. Van ez az amerikai közmondás, hogy egy egész falu kell ahhoz, hogy egy gyermeket felneveljünk rendesen, tehát rengeteg interakcióra van szüksége egy gyermeknek. Most egy kutatási projekt, ez esetben ez a kutatási projekt is rengeteg ember munkájából áll össze, és elsősorban az a 4 ember itt fent, aki az elejétől fogva, vagy majdnem az elejétől fogva részt vesz az adatgyűjtésben, illetve rengeteg hallgató, további hallgatók és kollégák gyűjtenek adatot az úgymond Fekete Rigó projektben. Ennek a Fekete Rigó projektnek többféle vonala van. A mai nap az urbanizációs ökológiai vonatkozásról próbálok beszélni. Úgy indult, mint egy side project gyakorlatilag, hiszen vonulásbiológia érdekelt, de nem lehet eltekinteni attól, hogy ezek a madarak az egyik legjobban urbanizálódó fajok közé tartoznak. Ja, és persze a kutatáshoz pénz is kell, úgyhogy ehhez is nagyon hálás vagyok. Ami motiválja a kutatási érdeklődésemet, vagy a kutatási irányokat, az elsősorban az, hogy a rendkívül felgyorsult környezetváltozásra próbáljunk valami megoldást találni, illetve elsősorban értsük meg minden szupraindividuális biológiában dolgozó kutató szerintem ezelőtt a kihívás előtt áll, próbáljuk megérteni és megjósolni az élőlények reakcióit a felgyorsult környezetváltozásra. És az egyik ilyen a leggyorsabban változó környezet, az a városi környezet, az amellett, hogy egyre nagyobb számban épülnek városok és egyre nagyobbak lesznek, emellett azért érdekes ez a biológusoknak, illetve evolúcióbiológusoknak, mert rendkívül sok helyen történik ez a gyors ütemű változása a Földünkön egyszerre, és ez elvezet egy olyan jelenséghez, amit ma a biotikus homogenizációnak csúfolunk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az élőlények az egyes városokban hasonlóbbak, mint a közelükben, a környékükön lévő természetes élőhelyen élő élőlények.
közösségekről beszélünk, de akár fenotipikusan is az egyedekre is érthetjük ezt. Tehát, ha csak néhány számot, amit a bizonyára ti is ismertek, míg az 1800-as években 3%-a élt a föld populációjának városokban, ez ma már 2008-ban fordultunk át, akkortól 50%-a a föld lakosságának városokban él, és 2050-re ez olyan 70%-ra jósolják. Tehát egy rendkívül nagymértékű növekedést tapasztalunk, és ez együtt jár, még manapság a szárazföldi területek olyan 3%-át borítják városok, ez az elkövetkező évtizedekben megduplázódik, megtriplázódik, ezt jósolják a kutatók. Az urbanizációs változással természetesen számos ökológiai környezeti faktor változik. Az urbanizációs ökológia már egy érett tudományággá vált, és van egy úgynevezett urbanizációs evolúcióbiológia, ami ugyancsak erősödik, és manapság már elég fontos tudományterületté vált, és támaszkodik az ökológiai tapasztalatokra. Itt ez a 2017-es review cikk is összefoglalta, hogy az addigi időszakban 192 tanulmány, 134 fajról dokumentált evolúciós változást. Ugyanakkor, és ezeknek a nagy része, több mint 50%-a az előtti 5 évből származik. Ezek a változások, amik egy általános városban végbe mennek, ahogyan érintik az élőlényeket, ez leírható egy erős fragmentációval, tehát ahogy haladunk a városi grádiens mentén, úgy növekszik a fragmentált területek aránya, és ezzel ezek a fragmentumok barrierek között helyezkednek el, ami befolyásolni fogja a génáramlást, és egy genetikai diverzitás csökkenéséhez vezet, illetve akár beltenyésztettséghez is. Számos példát ismerünk evolúciós változásokra, ha csak itt a hering, illetve ezüstsirályokra gondolunk, olyan városoknál Észak-Amerikában, ahol kohók üzemelnek, látható, hogy a mutációs ráta magasabb, mint a városi vagy a rurális területeken, a genetikai diverzitás is csökken, ahogy a beépített területek aránya, vagy a lebetonozott területek aránya csökken, ennél a fehérlábú egérnél, ez is észak-amerikai példa, egy európai példa, egy faligyiknál, itt is nagyon jól látszik a különböző barriereknek a hatása a génáramlásnál, illetve természetes szelekcióra is találunk példát, itt a fehér herea, Trifolium repens, egy viszonylag népszerű példája, ami a kémiai, tehát itt a kémiailag védekező genotípusnak az arányát nézték, ahogy a város központokból Észak-Amerikában kifelé haladtunk és mintázták a területeket, és azt találták, hogy ezek a genotípusok magasabb arányban találhatók a városon kívül, mint a városon belül. Erre azt gondolják, hogy ez egy szelekciós eredmény, hiszen a kémiai védekezés a növényevők ellen, illetve a fagytűrése ezeknek ennek a növénynek egy csereviszonyban áll. Minél több kémiai anyagot halmoz fel a növény a leveleiben, a növényevők ellen, annál kevésbé hideg vagy fagytűrő, és érdekes módon a nagyobb fagytűrésre a városok központi részében van nagyobb szükség, egy kicsit ellentmond ezzel a hő-sziget effektussal, amit a városokkal asszociálunk. Ezt meg szoktam kérdezni a hallgatókat egyébként, hogy kitalálja valaki, hogy mi az oka, miért nem fordított az arány, miért van az, hogy nagyobb fagytűrésre van
igénye a növénynek a város központjában, mint a szélén, valakinek van egy tippe. Nem az abban, részben akár ez is lehet, igen, illetve itt a hőszigethez, a hősziget effektushoz kapcsolódik ez az egész. Ugyanis a városokban hamarabb elolvad a hó, ezek észak-amerikai, kanadai városok is szerepelnek benne, és rögtön, tehát ha elolvad a hó, akkor egyes éjszakai fagyoknak jobban ki vannak téve, még egy város széli területen, ahol hótakaró nagyobb arányban megmarad a hó, maga izolálja, védi a növényt a fagykártól. Tehát látunk evolúciós változásokat. Azt is látjuk, hogy a városokkal együtt, az emberi aktivitással együtt a különböző ökológiai faktorok változnak. Az egyik ilyen, amire fókuszálni fogok a mai előadásban, ez a megváltozott predációs nyomás. Itt madaraknál azt gondolják, hogy ez a nyomás ez csökkent, a városiasodással még ízelt lábaknál azt gondolják, hogy ez növekszik. Ez részben betudható az úgynevezett predációs paradoxonnak, ami ilyen csúnya néven úgy nevezték ezt a hatást, amikor a ragadozók is urbanizálódnak, de egy megnövekedett táplálékbázist találnak, más jellegű táplálékokat, például a ragadozó emlősöknél, rókáknál figyelték meg, hogy a táplálék specificitás az eltolódik, és sokkal nagyobb arányban fognak városi szemetet fogyasztani, hulladékot, és így lecsökken az általuk helyezett nyomás a táplálék állatokra. Tehát valami hasonlót kell elképzelni, amikor a ragadozók esetleg zsákmányállatot váltanak, illetve kevesebb, tehát a ragadozó közösség is megváltozik, nem minden faj fog urbanizálódni, akik urbanizálódnak, azok általában nagyobb egyedszámban fognak jelen lenni. A másik ilyen, amiről beszéltem, ez a hősziget effektus, és ez is egy nagyon előnyös változás, megnövekedett elsődleges produktivitás, ami így együtt, illetve több faktor együtt egy puffer hatást eredményez. Tehát a szezonális, főleg az északi kontinensen, vagy az északi mérsékelt övben jellemző ez. A szezonális hatások azok enyhülnek, és egy állandóbb, pozitívabb ökológiai körülmény jellemzi a városokat sok faj számára. Ennek a hatása az, hogy megváltoznak a fajok elterjedési tartományai, illetve megnövekszik a költési időszak is. A végeredmény pedig az, hogy a városokban a megtelepedő fajok azok nagyobb denzitásban fognak megjelenni, de egy alacsonyabb a diverzitásban. Tehát nem minden faj lesz képes megtelepedni vagy ott maradni a városokban, és akik ott maradnak, azok viszont nagyobb egyedszámban fognak megjelenni. Ha a madarakra fókuszálunk, ez egy jó ábra, azért gondoltam, hogy beteszem, mert ezt az urbanizációs szűrőt, ezt nagyon effektíve mutatja, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy a városok környéki fajokból vagy fajkészletből csak azok lesznek képesek átkerülni, átjutni ezen a szűrőn, akik megfelelő életmenet jellegekkel rendelkeznek a városi élethez, ahhoz, hogy egy új élőhelyen megtelepedjenek. Itt madaraknál ez azt jelenti, hogy korábban általában erdei vagy sziklás élőhelyen költöttek, a mindenevőek csapatosan élnek, táplálkoznak, általában nem vonulók,
magasabb területeken, főleg odvakban vagy zárt kis zárt helyeken költenek, és általában hosszabb élettartamúak. Nem korlátozza őket a többszöri vedlés sem, és viszonylag széles elterjedésűek. A hosszabb élettartam az persze természetesen azért fontos, hogy ne kelljen rögtön az alatt, hogyha egy rövid életű állat egy új környezetbe kerül, ott is ki kell találnia, hogy milyen, hogy tudna szaporodni. Egy hosszabb élő élettartamú élőlénynél ezt el lehet odázni egy kicsit, tehát magyarul az elején kitalálja, honnan szerezzen táplálékot, hol vannak a ragadozók, hol lehet fészket építeni, és utána ezt meg tudja valósítani, tehát el lehet csúsztatni, lehet késleltetni a szaporodást. Ha visszamegyünk itt a ragadozó környezet megváltozására, a mai előadásunknak az egyik, illetve a munkánk egyik kérdése, amit próbáltunk megválaszolni a fekete rigókkal, ez az emberpajzs hipotézishez köthető. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember jelenléte csökkenti a predációs kockázatot, ezt más néven így relaxált predációs hipotézisnek is lehet nevezni. A mi esetünkben lehet az egyik predikció az, hogy az emberi aktivitás növekedésével csökkenni fog a fészek predáció kockázata, és akkor találkozunk olyan bátor állatokkal, akik majdnem beköltöznek a lakásba, de mégsem, de azért az erkélyen elfoglalják a virágcserepet. Tehát ez az egyik célkitűzésünk, a másik pedig az volt, hogy a városi élettel együtt járó zavarás hatását nézzük. Az oké, hogy az ember jelen van, és esetleg a ragadozókat távol tartja, és ezért egy zsákmány fajnak ez fontos lehet, és a rátermettségét növeli, vagy szaporodási sikerét növeli, de ez a zavarás, ez akár növelheti az állat energia költségét is, egy állandó stressz helyzetet, egy krónikus stressz helyzetet is eredményezhet. Számos városi vizsgálat van, ahol a hipotalamusz hipofézis mellékvese tengely aktivitását nézték, kifejezetten kortikoszteron hormon szintjeit, és ezek általában vegyes eredményeket mutatnak, tehát van, ahol vannak vizsgálatok, amik egy megnövekedett kortikoszteron, tehát egy stressz hormon szekréciót mutatnak, és vannak, amik ennek az ellenkezőjét. Azt is tudjuk, vannak klasszikus példák, amik az emberi zavarást összekapcsolják például a szívritmus megváltozásán, mert izgatott állapotba kerülnek ezek a szamárpingvinek, ha a kutatók a közelükbe kerülnek, például egy költőtelepen, ezt úgy tudták mérni, hogy egy műtojást készítettek, amiben egy ilyen szenzort helyeztek el, és folyamatosan tudták a kotló pingvinnek a szívritmusát mérni ezzel, és különböző zavarásoknak tették ki, és lehetett látni, ahogy megemelkedik, illetve utána, ahogy mennyi idő alatt tér vissza a normális állapothoz. Ilyen jellegű vizsgálatok, amik a szívritmus és egy magasabb energia költség hatását néznék városi zavarásra, ilyen nem annyira jellemző, és mi nem is felnőtt egyedeken néztük ennek a hatását, hanem az embrionális korban az embriónak a szívritmusát próbáltuk vizsgálni, és megnézni, hogy van-e a városi életnek egy krónikusabb hatása. Tehát vannak fajok, amik jól érzik magukat, ilyen a fekete rigó, ezzel dolgozunk, ez egy parciális vonuló állat. A Magyarországon is azt lehet látni, hogy a megkerülések, bár nagy része az rezidens állatoktól van, de azért vannak külföldön távolabb megkerült itthon költő állatok is.
amit ugyancsak lehet látni, hogy magyar fekete rigóknál is jellemző a tendencia, hogy csökken a megkerülési távolság, tehát valószínűsíthető, hogy csökken a vonulási távolság is, és ezzel együtt lehet, hogy a vonulási tendencia is, ez a fa is egyre jobban városiasodik, és ilyen szempontból mondjuk nem biztos, hogy jó faj egy hosszú távú vizsgálatra, mert lehet, hogy mire odaérünk, hogy befejezzük a vizsgálatot, akkor már nem lesz vonuló fekete rigó az országban. De hát majd kiderül. Hát hamarabb befejeződik a vizsgálat. Igen. A vizsgálati területünk az Debrecenre korlátozódik, és 4 területet választottunk szét, így mesterségesen. Az 2 városi, tehát jobban beépített terület, az egyik a Tócós kert, ez szimplán azért esett erre a választásunk, mert 2 hallgató is ült, és Noémi is ott laknak, és csak kilépnek pizsamában reggel, és már is kereshetik a rigófészkeket. Illetve az egyetem területe, az egyetem botanikus kertje, és a nagy erdő, a természetvédelmi terület, azok pedig egy ilyen természetközeli, erdei, élőhely, mintavételi terület. Természetesen ezek elég mesterségesen szétválasztott területek, elég közel helyezkednek el egymáshoz, de jelentős, tehát az élőhely maga az kontrasztosan különbözik. És akkor van egy általános vizsgálati módszerünk, a munka nagy része az fészekkeresés sejtelik, és amikor egy fészket megtalálunk, utána próbáljuk annak a sorsát követni a legkisebb zavarással, tehát 3-4 naponta szoktuk ellenőrizni, és aztán, amikor kikelnek a fiókák, akkor pedig a 6. napon meggyűrűzzük őket. Itt a fészek távolságot ehhez a vizsgálathoz, vagy ehhez az előadáshoz kapcsolódóan a fészek távolságot is megmérjük különböző környezeti elemekhez, a legközelebbi járda, műút, illetve épület távolságát, és ebből egy ilyen principal component analízissel az első faktort vesszük ki, és azzal jellemezzük az épített környezettől való távolságot. Az embriókat 5. naptól 10. napig mérjük a szívritmusukat, illetve 2000 a tavalyi évben etetési viselkedést is mértünk, ezt videófelvételekről a 3. és a 6. napon tettük meg, és olyan a 6. nap környékén gyűrűzzük a fiókákat, ez változhat attól függően, hogy mennyire biztosak vagy pontosak a számításaink, de ha találunk egy fészket, amiben 7 vagy 8 napos fióka van, és úgy tűnik, hogy a szülők nem akarják kiugrasztani őket, akkor ők is gyűrűt kapnak. Egyébként a 6. napnál azért maradtunk, mert olyan 7 naptól azt lehetett látni, hogy vannak szülők, akik kiugrasztják a fiókákat, tehát az olyan embereknek, akik fekete rigó fiókákat, vagy bármilyen fiókákat, bármilyen faj fiókáit gyűrűzik, fontos lehet, hogy tudja, hogy mikor zavarásmentesen, mikor tudja megjelölni az állatokat. Azt láttuk az adatokból, hogy a költés az általában az örökzöld szubsztrátokon vagy fészkelő helyeken jelenik meg, és utána, ha van antropogén eredetű, vagy antropogén jellegű fészkelőhely, akkor arra váltanak át az állatok, és ahogy a lombos fák lombulatok kilombosodnak, arra történik a váltás. Szerintem nagy erdőben, mivel nincsen örökzöld faj, illetve antropogén jellegű fészkelőhely, ez itt csak egyféle
ábránk van. És ez az örökzöld növényeknek a szerepe, ez motivált bennünket, hogy egy kísérletet is végrehajtsunk, hogy teszteljük kísérletesen, hogy az örökzöldeknek vajon van-e a fészek kezdés, vagy a fészeképítésre hatása, és ilyen fészek tárcákat raktunk ki a nagy erdőbe, illetve az egyetem területére. Kétfélét, az egyik műborostyánnal borított, tehát örökzöld valóban, mert még műanyag is ráadásul. A másik az pedig csak az ugyanúgy néz ki, csak nincsen rajta a műborostyán. És ezeket kipakoltuk, és az volt a olyan területekre, ahol korábban fekete rigók költöttek, ugyanolyan magasságban is, és olyan 10 méter volt távolság egy ilyen borított és egy nyitott között. És a predikciónk az volt, hogy ha valóban fontos a takarás, akkor ezeket fogják választani. Most ez egy lassú folyamat, mert az első évben egy fészket foglaltak el ebből a 8 erdei borítottból, de az valóban az első volt a szezonban, és ebben az évben ugyancsak az első fészkünk egy ilyenben, egy ilyen tálcán történt az erdőben. Még várunk egy kicsit, és akkor utána jön az elemzés. Tessék? Többet raknátok ki 8-nál. Igen. Ez lesz a következő lépés majd, mert látjuk, hogy úgy tűnik, hogy szeretik, és tehát ez két különböző tárcán is. Az egyetem területén pedig egyiket sem foglalták el, viszont ott van egy elég változatos kínálat fészkelő helyekből. Tehát lehet, hogy van ebben az örökzöld borításban valami, ami tetszik nekik. Ez az emberpajs hipotézishez pedig a tesztünk, az a területek közötti fészek predációs ráta összehasonlítása. Ez az egyik féle teszt, ahol megnéztük az évek során, milyen volt az átlagos predációs ráta, és az látszik, hogy a városi területeken azokon alacsonyabb a predációs ráta, míg az erdei területeken magasabb. Itt azt is látjuk, hogy úgy tűnik, hogy a korábban lerakott tojások vagy fészkek azok, amik nagyobb arányban válnak predálva, vagy predálják őket. A másik féle módszer, amit alkalmaztunk, az pedig ez a épített környezettől való távolság, tehát minden fészeknél megmértük ezt a távolságot, és azt néztük, hogy milyen valószínűséggel lesz sikeres az a költés, repülnek ki a fiókák, és úgy tűnik, hogy van egy, bár nem egy erős, de egy szignifikáns hatása az épített környezethez való közelségnek, tehát minél közelebb rakja az állat a fészkét a épület járda úthoz, annál nagyobb az esélye, hogy ki tudja reptetni a fiókákat. Azt nem tudjuk, hogy mi történik utána a fiókákkal. Tehát ez lesz egy következő lépés, hogy a fiókák sorsát kövessük végig. Néztük az etetési viselkedést, mennyit fordítanak a szülők, mennyi energiát az etetésre, és azt látjuk, hogy a természetközeli, tehát az erdei élőhelyeken látogatják, etetnek gyakrabban a szülők, de a városi élőhelyeken viszont többet töltenek a fészken. Tehát úgy tűnik, hogy a városban a zavarásnak a hatása az az, hogy ritkábban jönnek a szülők, több időt töltenek a fészken, többet vérik a fiókákat, és még a háromnapos korban az is látszik, hogy több kaját is fordanak. Fiókáknak legalábbis egy-egy etetés alkalmával nagyobb táplálékadagot hoznak, ez a hatodik napra eltűnik. Amikor megnézzük, hogy a fiókák végül, amikor gyűrűzzük őket, milyen súlyban vannak, illetve milyen az összfészekaj tömege, tehát az összes fiókáknak a tömege, azt látjuk, hogy ez igazából nem változik. Van egy marginális különbség, a hatnapos korra a városi fiúkák azok egy kicsit dagibbak, de nincs
szignifikáns különbség. A városi stressz, tesztnél pedig azt láttuk, hogy nincsen a szívritmusban különbség, tehát a városi és erdei területeken is igazából aminek hatása van, az az embriónak a kora. Minél idősebb az embrió, annál magasabb a szívritmusa, de nem látjuk azt, hogy a fészekben tapasztalna egy olyan hatást, amitől egy emelkedett szívritmust mutatna. Jó, tehát mi az, amit eddig tanultunk ebből az egészből? Itt az egyik legfontosabb hipotézis, amit szerettünk volna tesztelni, az igazolódott. Úgy tűnik, hogy az emberek közelsége az egy nagyobb költési sikerrel párosul, tehát kisebb arányban predálják le őket, és nagyobb a sikere, minél közelebb építenek az emberhez. Az örökzöldeknek úgy tűnik, hogy van egy fontos szerepe, tehát a városban ültetünk rengeteg örökzöldet, a saját szép érzékünk és a kényelmünk növelésére, és ezt a madarak is egy másik szempontból, de értékelik. Ez valószínűleg hozzájárul a korábbi költéskezdéshez. Utódgondozásban is van egy különbség a városi és az erdei madaraknál. Úgy tűnik, hogy a városi madarak mintha olyan viselkedési mintázatot mutatnak, mintha egy nagyobb predációs környezetben, vagy egy nagyobb predációs nyomású környezetben élnének, kevesebbszer járnak, több kaját visznek egyszerre, és többet őrzik a fészket, melengetik a fiókákat, mint az erdei madarak, pedig a fészek predációs eredményeink alapján pont az ellenkezőjét várnánk. Tehát lehet, hogy az emberi zavarás, vagy bármilyen más zavarás, az mégis szerepet játszik itt. És úgy tűnik, hogy a városi stressz, legalábbis ilyen szempontból a embriók szívritmusa szintjén, az pedig tehát nem stresszes számukra az élet. Köszönöm szépen! Kérdések, megjegyzések? Volt itt egy olyan, hogy a zöldeken korábban költenek, korábban költőknek nagyobb a predációs valószínűsége. Igen. Van itt között összefüggés? Nem tudom. Meg kell nézni. Elvileg azért költenek korábban. Az az érdekes az erdőben, hogy szinte az összes korán költő nincsen takarás korán. Tehát minden, még csak azt sem mondhatjuk, hogy az összes korai fészek az például odvakban lenne, ahol nagyobb takarás vagy védelem lenne, hanem törzsvillában, viszonylag kitett helyen, de elkezdik a költést, és azokat, amiknek nincsen takarása, tehát későbbiekben az is lehet egy szempont, hogy azért is csökkenhet a predációs ráta, mert ahogy kilombosodnak a fák, nagyobb a takarása a fészkeknek, de az első költéseknél nincs. Viszont örökzöldeknél ilyen probléma nem hiszem, hogy van, hiszen a takarás az egyforma. Tehát a fészkeknek a sikere az örökzöldekben is ugyanolyan, mint a törzsöldekben? Nem tudom. Meg kell nézni. Igen. Mert akkor, hogyha van egy ilyen, tehát az örökzöldekben esetleg kisebb, ez furcsa lenne nekem, de hogy így a két ával, amilyen ezt rakomány össze. Igen, lehet, hogy ez egy ilyen ökológiai csapdaként. Igen, ezt egyébként, igen, erre van irodalom, hogy sok esetben azt gondolják több fajnál is, hogy a városi élet az egy ökológiai csapda. Tehát van egy pont olyan
információkat kap, ami az állat, ami egy odaköltözést segít, de utána a túlélés, illetve a szaporodás az nem feltétlenül követi azt a várakozást, amit az állat. Pontosan, a város az ilyen. Az embereknek jó. Tehát az emberek, nyilván embereknek építik, de madaraknál nem biztos. Igen, ezt meg kell néznem, hogy van-e összefüggés a kettő között. Egyébként mind a két fészek, ami az erdőben ott a műborostyán, nos, a fészektálcában készült, az egyik még, mind a kettőt még tojásos állapotban lepredálták, tehát túl nagy volt a sietség. Jó, köszönöm szépen. Ja, van kérdés? Akkor igen. Az egyik hiányzat a napságban, mert meg általában addig tartani zsiállatban, hogy kérdezett a kárkörülhatóan, de aztán van egy elég, és nem megkosszanak. Igen, igen. És hogy hogy... Tehát annyit tudok mondani, hogy mivel színes gyűrőzzük a fiókákat, az összeset, és van egy, tehát utána van egy folyamatos visszakeresés is, az a tócós kertben idén volt az első olyan felnőtt, ami fiókaként lett gyűrűzve és visszatért és költ az elmúlt 4 évben. És ez azért az egyetemen ez általános, és még a botanikus kertben is, az erdőben, a nagy erdőben nem. Tehát nagyon, ha ebből indulunk ki, nagyon kicsi lehet a fiókák túlélése. A nagy erdőben azok költenek, akiket itt jelöltünk, vagy itt keltek a botanikus kertben, vagy itt jelöltünk télen, olyan álltak be költésbe. De tehát a macskákhoz visszatérve, amit szeretnénk csinálni, az ilyen rádiótelemetriás jelölése a kirepült fiókáknak, mert azzal egy jó túlélést lehetne mondani. De csak a színes gyűrűs visszalátásokból is elég szomorú a kép. Másiknek, ami szerintem még egyébként az a fűnyíró, mert folytassam el Tudom folytatni, igen, rengeteg fiókát lekaszálnak, kirepült fiókát az ilyen traktorokkal. Nem ezt akartam. Ja, jól van. Általában az, hogy mérjük a követ, és akkor az adott cél, hogy utána általában nem meg szoktak tenni, és szedik össze egész tárkat valahogy. Uh-huh. És nem tudom, hogy ezt mennyire lehet elég, vagy hát, hogy mindig fűnyírozik valakja. Szerintem az mindenképpen előny, hogy a városi kerteket, parkokat, azokat locsolják és kertészkednek, és valószínűleg ezért is ilyen, tehát nagyobb a városokban a fekete rigó párok sűrűsége, mint egy természetes élőhelyen, ennek része lehet ebben. De biztos, hogy van. Képzel, hogy kicsit elmondjuk, én a rajzatlanakúról gondolkoztam többet, mert egyik hatalmat felhívta a figyelmet, és akkor még megmondtam, hogy 21. századodójának kívül a rajzatlanakúról gyakorlatilag nem lehet látni, hogy nagyon kevés kirepült és kirepült fiókát lehet látni, mert nagyon sok érdekes kertvárat között. Ugye az úgy működhet, mint a Moskár Csabányoknak a nagyjegyikus kapottos rendszere esetleg, hogy a városon kívülről jönnek az itt fészkelők. Uh-huh. Igen. Tehát az lehet... Egy viszont nem tudnak szakolni, vagy kis hatékonyság. Igen, tehát ez egy ilyen szink populáció, ugye, a városi populáció. Ez lehetséges. Ezt még nem tudjuk, de igen. De egyébként van, Észak-Amerikából van egy pár vizsgálat, nem is egy pár, és ott nagyon... Tehát most már egyre több vizsgálat van macskáknak a hatásáról, és katasztrofális, igen. Még egy kérdésem elmondható, volt a úgymondentő szülőrendben, akkor volt egy ilyen felirat, hogy
városon belül, tehát a városban utalkalmazkodó vagyok között nem jelenző a nemi dimorfizmus. Hogy az az egyik jelleg, amit... Igen, hogy amit... Színezeti dimorfizmus. Igen, ez egyébként sok esetben a vonulással együttet kapcsoltan, a két stratégia kapcsoltan jelenik meg. Szerintem annak lehet köze hozzá. Nem tudom, mennyire tehát különálló lenne ez a jelleg. Mert vonuló madarak azok megint nem jellemző. Tehát az ugyanaz, van egy nagyon rövid szaporodási ablak, amiben szaporodni kell, van egy rövid élet, ahhoz általában énekes madaraknál is, és ha nincs lehetőség, akkor abban az évben nem szaporodnak. Még egy fekete rigó, aki elkezdi márciusban, vagy most vannak budapesti adatok februárról, vagy nagyobb városokban februárban elkezdik és augusztusig megy, azért ott van lehetőség arra, hogyha valami nem jön össze, akkor tudják pótolni. Ára. A predációs rádánál nekem föltűnt az, hogy a két városi élővel között nagyon jelentős a különbség. Egyik kérdés, hogy miért van ez, a másik kérdés pedig az, hogy itt elmentetted is, hogy miért tettek ilyen különböző urbanizációs paramétereket, ott van is volt, hogy nem tudom. Tehát, hogy a kampusz meg a tócos kert urbanizációs grádiás tekintetében volt viszonylag, a kampuszon az elég sok zöld terület van, tehát ez nem a beton dzsungel. Tócuskert. Ott is, hogyha csak zöld területet nézel, az még talán nagyobb is, mint a kampusz, uh-huh. Viszont a fák és a bokrok aránya az kisebb. Uh-huh. És ez lehet, vagy ez is lehet az oka, hogy kevesebb hely van, vagy búvóhely, vagy fészket elrejtő hely a Tócuskerten. Ott a legmagasabb az épületre rakott fészkek aránya is, és azok azért elég kitettek. Annak ellenére, hogy azt jósolnánk, hogy ha épületre rakod a fészket, akkor nagyobb aranyban túlélsz. Igen, de a másik állat, hogy az volt, hogy az, igen. Az a PC egy komponens, az tűnik jónak, hogy minél közelebb. Igen. Nem tudom, mi lehet az oka. Ez is rávilágít arra, hogy igazából több. Tehát a városok különböznek, a városi területek egy városon belül is elég heterogén ökológiai szempontból is, nem árt, hogyha több helyet vizsgál az ember. Igen, jó lenne tudni, hogy miért, mi a különbség. Nekem volt szerencsém kamerák összeállni, és ott igen sok az egy elterjedt dolog, hogy a kis sár, kis hírpák sárjának fiatkozott. Jogákat és elkezdéket elégetni, és akkor mit tárteni tanulni. És ez a tócos kertben igencsak elképzelhető a kampuszon meg, amire nem. Igen. Az is, viszont azt tudom, hogy tehát ezek ilyen anekdoták, nem tudunk a konkrétumot, de macskák, van jó néhány macska, Noémi tudna erről mesélni, van a dolmányos varjak rendkívül szelídek és mennek oda az épületekhez is szelik ki, tehát az emberek között élnek. Lehet, hogy van valami, nem tudom. Tehát itt most már mióta gyérítik a dolmányos varjakat, annyit nem látunk. Az elején az is gond volt a botanikus kertben például. Az egyik dolog, három különböző dolog összekapcsolódnak. Az egyik az, hogy amikor ezt lehet látni, hogy a fészkeknek a durván 80%-a, hogy ott a bonitos kertben, hogy mondanában is tudott esetben elpusztul, akkor itt
egy olyan erős szelekciós hatás van. Van-e bármi adatotok arra vonatkozva, hogy mi a különbség a sikeres, illetve a sikertelen madarak között? Ez azért egy adott élőhelyen belül, ez egy új kérdés. A másik kérdés ugyanez, hogy van-e különbség a szülőknek a kondíciójában, nem tudom, akármilyen paraméterében, színében, akármilyen néztek a város és a vidék között. És a harmadik, ami ezt kapcsolódik, az pedig azt mondom, hogy érthetően mondhat, hogy a városi madarak kevesebbet etetnek, de ugyanakkor több kaját hoznak, és a fiókáknak is az látszik, hogy végülis nincs különbség, tehát mondhatjuk azt, hogy ezek hatékonyabbak. Uh-huh. Említetted itt a locsolást, meg nem tudom mit. Mit lehet tudni a táplálék elérhetőségről? Akkor úgy kapcsolódnak ezek össze, hogy jó dolog gyakorlatilag itt a városban, hogy tehát az ügyes madarak tudnak idejönni, akik megengedhet, vagy szóval ki tudják alkalmazni ezt a lehetőséget, vagy nem is így van, hogy igen, nincs több kaja. Jó dolog az egyetemre jönni, azt tudom mondani. Itt költeni, ezt majd kirakjuk valamilyen címnek. Igen. És azt látjuk, hogy az egyetem, tehát idős madarakat itt jelölünk az egyetemen botanikus kertben, meg az egyetem területén, tehát erről tudok mondani, mert a Tócos kertben nem jelölünk idős madarakat, tehát sem az nagy erdőben. És azt látjuk, hogy elsősorban az idős madarak azok, akik az egyetem kampuszon költenek, és a fiatalabbak kezdik költést a botanikus kertben például. És ez lehet az egyedüli különbség, amire tudok gondolni, de a Tócos kertben nem tudok erre mit mondani, mert igazából csak fiókákat jelölünk. Ha van egy ilyen korbeli különbség, akkor lehet akár is mondani az élőhelyek hatását, mert lehet, hogy egyszerűen tapasztaltabban ügyesebbek. Igen. Uh-huh. Így van. Lehetséges, főleg egy ilyen élőhelynél, ahol... Szóval az az érdekes, hogy egy ilyen fajnál, ami viszonylag nagy termetű, repül, pár perc alatt nagy távolságot képes megtenni, igazából olyan élőhelyet választ, amilyet szeretne. És ezek az élőhelyek elég közel vannak egymáshoz, de ha távolabb lennének, sem lenne gond szerintem nekik választani. És úgy tűnik, hogy valami miatt kedvező, az idős madarak tartják ezeket a territóriumokat a kampuszon, és azt látjuk, hogy ha cserélődnek, és erre sincs még egy rendes analízisünk, ha cserélődnek a párnak a tagjai, elsősorban a tojók maradnak, és akkor a hímek cserélődnek, a hím megy el máshová. Tehát a tojók valamiért úgy tűnik, hogy szeretik az adott fészkelőhelyet, gyakran a sikeresek ugyanabba a fészekbe költenek. És nyilván ez összekapcsolható a sikerességgel, ha már egyszer sikeresen költöttél ott, akkor újra használod ezt a fészket, de általában újat építenek. Igen, ez a kor és az élőhely választás egy érdekes dolog, mert szerintem van máshol is ilyen vizsgálat, ahol néztek koreloszlást és urbanizáció és grádiens mentén, igen. És az a kérdésnek az a része, hogy lehet-e tudni, hogy több vissza, vagy nem tudom, mi van a városban, vagy nem? Nem tudom. Biztos nézték ezt valahol. Sőt, igen, lehetne is mintázni. Igen. A kókokat, hogy mondjuk két dolgot nézni. Igen, ez igaz. De ott azt hiszem az ilyen közösségi szinten nézték, nem tudom mennyire mennyiség. De tehát azt láttuk, hogy azért amikor picik a fiókák, akkor van különbség, akkor látunk különbséget, az, hogy mennyi kaját hordanak, és akkor ez így eltűnik, amikor már nagyobbak a fiókák. De tehát ezt a vizsgálatot folytatjuk idén is, mert azért a mintaszámaink elég alacsonyak, tehát ebből nem vagyok benne biztos, hogy a mennyiségindex az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a csőrhöz képest kevesebbet, kb. Ugyanannyit vagy nagyobb adagot hoz az állat a fiókáknak. Ja,
és még a szívét mostanában, hogy az longitudinális adagsor? Nem. Hol? Vagy ez? Nem, ezek, ez mindegyik másik fészek, igen. És az egészet igazából azért kezdtük, vagy próbáltam elkezdeni, hogy, hogy össze tudjunk kapcsolni fióka, tehát fészekalj, szülői minőség, fiókáknak a szívritmusa és akkor későbbi viselkedési stratégiák, túlélés, ilyen jellegek. Elvileg, tehát van rá más fajoknál is, de igen, az akut stresszre rendkívül jó. A hosszabb stresszre, hogyha krónikus a stressz, akkor is elvileg magasabb szívritmust kellene látnunk, de nem tudom, tehát ez validálták ezt az eszközt, csirkéktől kezdve, nem is tudom, hüllőkön át, tehát úgy tűnik, hogy ez egy jó stresszmérő. Oké, köszönöm szépen!